konkrétan nap éri a feje, tarkót, akkor az agyban megemelkedik a nyomás a koponyán belül, és ez a tipikus napszúrásos tünetek kialakulnak, ami nagyon kellemetlen, de ártalmatlan dolog. És erre még mindig érdemes figyelni. A napszúrás még ezekben a napokban is veszélyt jelenthet ránk. A hőség ugyanis nem tágít. Korábbi adásunkban arra is kitért a háziorvos, hogy a napszúráson túl a hőguta és a hősok is komoly problémát rejtenek magukban. Így tehát fokozott figyelem szükséges továbbra is. Bár belépünk az első őszi hónapba, a következő héten még 35-36 fokot is mérhetünk. Az előttünk álló hétvégén, illetve a jövő héten is, tehát szeptember első hetében is továbbra is kitart a meleg, forró és nagyrészt száraz időjárás. A hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál körülbelül ilyen 5-10 fokkal alakul magasabban. Az éjszakák sem hoznak tehát túl nagy felfrissülést, a nappali órákban pedig továbbra is 30 fok fölött, sőt egész nagy területen 34-35 fok fölötti értékeket mérhetünk majd. Markáns lehűlés tehát nem érkezik a közeljövőben. Szeptember 1-jel a meteorológiai nyár kezdődik el, de a csillagászati az majd csak szeptember második felében. Tehát ugye az elmúlt években megszokhattuk, hogy a szeptember első fele is tud nyárias időt produkálni. Az országos tiszti főorvos a 2024. augusztus 24-én 0 órától elrendelt másodfokú hőségriasztást szeptember 5-éig meghosszabbította. Arra kéri a lakosságot, különösen a betegeket, a gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és a kinti munkavégzést, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban vagy hűvös, klimatizált helyiségben. A hőhullám hatásainak csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tették vár. Egészségvédelmi ajánlások közzététele, villamos áramszolgáltatás és ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása, közkutak működésének biztosítása Székesfehérvár területén. A Székesfehérváron működő ivókutak, vízvételi lehetőségek a városi honlapon megtalálhatóak. A várható változásokról a www.székesfehérvár.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatják a lakosságot.